Csácsó, mi csörtészta, sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő csodálatos SnowRunner epizóddal. Nyomunk egy recovert, mert úgy gondolom, hogy vissza kellene ugratni, meg egy csomó mindent mondtatok, hogy mit kellene csinálni, és a képer nagyon hajlandó arra, hogy megfogadja a tanácsokat, meg igazából még mindig ebben a SnowRunner világában el van veszve, mint... Én inkább úgy kellett volna kezdenem, hogy bele van keveredve, mint cigánygyerek a Huzen Trogerbe, az úgy mindig jó, de most már annyira piszik vagyunk, hogy nem szabad ilyet mondani, nem? Várjatok, a storage-be nekünk mi van? Van a sebing, meg van ez, meg hol van a pénztárunk? Van nekünk egy pénztárunk, le kéne rakni. Jó, lerakta a keeper a pénztárt. Viszont, igen, Husky, meg kéne nézni, erre nem is nincs valami jó customization, mert az jó lett volna, de szerintem egyébként erre nincsenek egyébként semmi se, mert annyira le van, nincsen. Hát ezeket hiába veszem meg, mert nem lesz jobb a keepernek, ez a dolog, a defense zárat meg, eldobom, nem jött ki a green, ez a baj. Ez a baj. Na figyeljetek, skacok, ezzel kellene menni. Írtátok, hogy igazából ezzel sokkal jobb lenne nekem menni, mert gyorsabb lennék. Úgyhogy akkor veressük neki, és arra gondolt a képer, hogy kellene egy olyan, hogy nem gondoltam, hanem ti írtátok, hogy menjek rá a főküldetésekre. Figyeljetek, akkor nem csinálunk semmi mást, hanem annyi. Egyébként ez a Winter Store, ez gondolom, ez hogy ilyen globál mapot átívelős. Akkor menjünk el, figyeljetek, csináljuk ezt. Hú, sorba kellene csinálni? Várjatok, itt már kapásból azt mutatja, hogy el kell mennem innen. Oh yeah. Na hát ezt pont nem akartam volna egyébként, hanem az lenne jó, hogy ezen lenne, ezen a mapon. Pipe! Aha, oda kell minden. Mi ez a Shadle Higgis Required? Na, bazza már kapásból a keeper meg fog őrülni. Brick kettőt kövér, metal zenekart el kell vinni oda. Jó, oké. Figyelj, igen, oda kell leraknom, és akkor itt föl tudom menni ezt valami is oda. Aha, jó, itt mi van? Ne szorakod, itt mi van? Jaj, mit kell csinálni? Valami gyárhoz kell vinni valami heavy full tanker semi-trailert, meg valami factory-hez kell vinni valami brick 2-t, meg metal beams. Az a lényeg, hogy valami heavy full tanker semi-trailer van itt. Azért el kéne javelázni a képernek, de nem mondom, mert ne legyél ilyen képer. Ezért el kéne menni, ami itt van valami csoda, és az nekünk jó lesz, ugye? Jó. Nem tudom, hogy mi az, de a képer mindjárt ki fogja találni. Figyelj, hogyha trailer, akkor trailer. Akkor azt húzingálnom kell, ugye? Egyébként ezen meg szerintem a flatbednél jobb nincsen, ugye? Jó, jól látja a képer? Jó, szerintem nagyon jó látja. Belepörgetünk az időbe, reggel 6-ig. Csoda történt. Oké, mehetünk, ugye? Küldjük neki, gyerekek! Meg nem adva. Na. Elmondom, hogy Frankon fog minden működni. Frankon Aero. A keeper most rámegy erre a dologra, vagy erre is nem bele. Egyébként ezt ilyen hanyagul csinálom ezt a megjelölést. Ezt emiatt néha, hogy be vagyok keveredve. Oké, gyerekek, ezzel megyünk. Írtátok, hogy egy kicsit az még egy korai nekem ez a dolog. Hát akkor hiszek nektek. Szenvedjek, mi? Igazából úgy is tudom, hogy azért mondjátok, hogy ez korai. Korai neked még az a dolog. Igen, lassú az a jármű. Szenvedjél bőven inkább ezekkel a gépekkel. De nem érzem én. Érzem én, hogy itt minden jó lesz. Menjünk egy kis belső megyedbe. Ezt ugye Keeper bírja. Jó ilyen, jó kavicsos úton elhoztott. Elküldtetek ezzel a rémgéppel. Meg fogok örülni, mi? Már előre látjátok. Nem, egyébként ez a paystar az jó, csak ilyen nem valami túl... Nem valami nem borulékony, hogy mondjam, ugye? Paystar? Ez a paystar, ugye? Ez a fizető csillag. A pay az fizetni, nem? Vagy valami ilyesmi. A fizető csillaggal megyünk ezerre, gyerekek. Valamilyen trailert el kell vinne. Heavy full tanker semi-trailer.
Bazd a semi-trailer, állj! Jó, tudom, oké, de hülye vagy, háromszor elmondtad, hogy semi-trailer, keeper! És nem, és hülye vagy! Még jó, hogy időben észrevettem. Bocs, gyerekek, akkor ezt mondta, hogy valami hang, mit tudom én, micsoda könekem, hogy azzal tudom vinni. Ez az! Jó van, gyerekek, no probléma, időben rájött a keeper dolgokra, ugye? Hallad? Hogy foghattátok a fejeteket? Keeper, hülye vagy? Nem tudni elvinni, egész elmondtam 20-szor bazen, hogy semi-trailer kell, de azért végig küldöm izőbe. Végig küldöm flatbeddel, mi? Nem vagy gyerekek, azért rájött a keeper még időben, ugye? Azért? Fót eszel. Ja, egyébként ez legalább gyors, nem? Igaz, hogy nem fogok tudni elmenni mindenhol, de legalább gyors. Figyelj, ilyen fuel semi-trailer. Abból lehet, hogy tudok én is tankolni. Lopunk le, szívunk le egy kis üzemanyagot. Na. Összkerék, diffizár, csapjad neki. Hájkba nem tudom rakni, vagy... Ez mindig hájknak hiszem, azt lehet, hogy highway, ugye? Highway fokozatot nem tudja elverta. És könnyűek vagyunk, mint a pató, mint nyúlszor a deszkár. Egy kecskeszar a deszkán? Nem tudom, hogy van. Hogy kell ezt mondani? Nem tudom tényleg, hogy kecskeszar a deszkán, vagy nyúlszar a deszkán. Kecskeszar, szerintem az úgy jobban lehet, hogy jobban pattog. Egyébként azt vágjátok, hogy van az a csokapik nevű ilyen, milyen emelik ilyen kaja. Egyébként szerintem valahogy nem jó beállítás. Nem fullscreenbe indult a izé, meg nyomtam egy altentet, lehet, hogy ide már 4K-ba toljuk. De sőt, biztos vagyok benne. Úgy de imádom, amikor 4K-ba váltanak a játékok. Jó, már nem bozerálom. 4K-ba váltanak a játékok, attól vadulok meg. Mert ugye 4K-s diszpléjem van, aztán úgy, néha úgy gondolják ők, hogy ó, hát mit 1080p-vel akarsz te HD-ba játszani? Hát ott van a diszpléjed 4K, akkor már játszál 4K-ba. És ezt tutivel egyébként érzem, meg nem, meg olyan ilyen tűéles az egész. Legalábbis nektek ugye nem, mert ugye a felvétel az 1080-ban van. Jó. Na, meg nagyon megsodródtuk jobbra. Hát mi történt itt? Megint eljövök egy olyan útvonalon, ahol nem kéne. Na, itt meg van egy egy olyan küldetés, hogy ki kell rángatni a járművet. Ezt meg annyira szeretem, hogy itt meg tudok őrülni tőle. Show task. Ó, missing oil. Várjál, valami missing oil van. Start tracking, jelen, ezt nem jaj, de megcsináltam volna, bázzal, jaj, de megcsináltam volna. Hova kell ki izéni rángatni? Az a baj, hogy ezt tök megcsináltam volna, csak most meg eljöttünk elért. Jó? Oké, nem csinálom, azért sem. Nehogy neki menjek itt a kutfejnek fölrobbanék, vagy ez nem a GTA, vagy melyik berobbant fel? Ugye, gyerekek, tudjátok, mi... Néha olyan durva, hogy így visszaemlékszel játékokra, és olyan tök szépnek tűnnek, az vágjátok, és közben meg az rá kell jönnöd, hogy nem is olyan, mint amilyenek hiszed. Ja, nem olyan, mint az emlékeidbe él. Nagyon-nagyon szerettem Reagan. A apám mindig azt mondta, a Reagan az már régen meghalt. Mert amikor mindig ott a Reagan. Nem tudom, mire szokott kijavítani, hogy ne Reagan-t mondjak. Na, hova kell vinnie? Itt még fel kell venni, oda kell vinni, ugye? A factory-be kell vinni. Ugye bricket kell vinni, meg metal beams-t. A beams az nem valami ilyen cukor. Itt van a missing oil trailer, figyeld. Az nagyon jó, várjál. Hol vagyunk egyáltalán? Olyan messzi vagyunk. Úristen, nézd, nem fog tudni elmenni itt, pedig azt arra kellett volna jól vennem, nem? Viszont vannak itt trailerek, úgyhogy azt fogom, azt azzal elcipelem, nem? Ez mi? Van egy parc. Ha le kéne itt a joyláznom teljesen, azt elvegyünk arra, nem? És akkor mit szórakozzak? Mit? Azt a visszafelé meg kirángassuk a trailert a vízbű. Figyeljetek, nem kis pályázik a képe. Erre, arra, amarra. Így. Csak miért mindig ezt nyomok? Üzemanyagot nem mártad volna fölverni, mert erre mennem. Most hallod, annyira megnéztem, hogy egy minimap ebben a játékban nincs. Úristen, hallod? Hát ebbe aztán nem keveredek bele. Nem jó! Nem tetszik. Nincs. Ugye mindig az útra rakd ezeket a jelző dolgokat, mert hogyha nem oda rakod és nem érinted, akkor nem fog eltűnni.
És attól vadulsz meg. Jó, egyelőre, nem? Ezután nem tudok csatlakoztatni valamit? Mondjuk az elég kemény lenne, hogy ezután még én beböknék valamit. Elfosszom F1-je átled Valtoriga. Hát, várjál ma! Figyelj, megoldom én egy fuvarral a kettőt. Mert a Keeper az mindig olyan kemény, mint a video. Már ki is találtam, hogy egy fuvarral én mindent is elviszek oda. Esküszöm gyerekek, figyeljetek meg, a Keeper az ott lesz a toppor. És komolyan itt kell arra kell menni, jó? Komolyan mondom, én rájöttem, hogy hogy fogom ezt megoldani. Ne rángasd a kormányt, Keeper vagy a kamerát, mert megszédülnek az emberek itt a monitor előtt. Egyébként én egy ilyen... azért 4K a displayem, mert ugye izébe játszok, én tévén egy... Hát igazából egy 4K-s tévén játszom, és... Jó, hát jó 4K, mert most ilyen több tűvérés minden nekem, de... De szerintem... Én a 1080p-be is tök jól szoktam lenni, főleg hogyha ilyen anti-aliasing, vagy micsoda, tudjátok, ilyen élsimítás így be van kapcsolva. Nem kell egyáltalán nem zavar. Jól van gyerekek, menjünk! Visszük! Ezt nem, lehet, hogy ebből tudok tankolni. Miért mindig az eszket nyomod? Refuel. Van a bird is a liter alatt, ne szólok hozzá. A világból kivegyünk. Eladó. Ársapkás, ár alatt. 470 ér adom a csem. Na, kitaláltam egy olyan módszert, hogy mindent is elviszek egyszerre, mert a Keeper az olyan tökös. Olyan tökös, mint a tök lámpa. Na, nem az nem tökös. Tekesek vagyunk, tekesek. Ugye ekkor kellene elvinnem ilyen vasat, a kettő brikket. Figyeljetek, én nem vagyok az a fajta, hogy ne vigyem el egyszerre. Az a baj, a néha nem lát a kettőig el. Bazza mekkora ez a trailer. Na most merre kell menni? Uton kell menni? Ó, mindig az eszképet nyomja a hülye. Az uton kell menni. Figyeljetek, inkább vissza kell menni. Van egy ötlet, gondolkodok, nagyon gondolkodok a dolgok, nem mondom neked, nagyon gondolkodok. Nagyon gondolkodik a Keeper, nagyon gondolkodik. Hülye vagy, nem, ne gondolkodja. Ezt tudnám, hogy az milyen trailer. Ilyen piciben nem igen látom meg, mi? Az csak egy ilyen kis pici, nem? Milyen hosszú patós? Milyen hosszú platója van? Innen körülbelül elhúzkodnom a trailereket, aztán mit tanálna? Ilyen kellene nekem. Egy ilyen flatbed. Várj, ez kettőt tud vinni. Ez egy szemi. Van még, nincs. Itt hagytam valamit, várjál, hogy mennyit tud vinni? Kettőt. Csak olyan van, amíg kettőt tud venni, ez ilyen fújál. Nincs olyan, ami ilyen többet tud vinni, ilyen hosszabb. Várjál, mindjárt kitalálja a Keeper. Most figyeljetek, erre rátuk, ezt nagyon megcsinálom. Mennyi? Veressed neki. Mindjárt megnézzük, ilyen trailer veszek. Na később azt el lehet adni, ugye nem lesz gond abból, hogy én itt kótyabetyélem az összeget. Figyelj, lepakollak. Jó koszos lett ez a verde. De le kéne steri volt, adjál nekem, lebocsom. Na. V. Úgy, jó van, oké. Nem ezt a... Úgy. És akkor megnézzük, Keeper mit lehet itt venni. Szóval olyan lenne jó, amelyik... izét visz. Na ilyet gondoltam a... Amelyik legalább hármat tud vinni. Ez négy... Kettő, három. Heavy, low... Ezt nem lehet megnézni, milyen? Jó, de meg lehet. Na, oda nézzé testvérem az urba. Ez de jól néz ki. Basz, milyen trailerek vannak, beszarsz neki, öcsém. Azt a betyát. Ez nagyon nagyja. Nekem ilyen körülök volna. Mi ez? 8-at? Jézus Isten. Csak ugye nekem nem félpót kocsikő, hanem ilyen vontatható. Mindjárt olyat is láttam. Ott? Ilyen. Nyá gyerekek! Kifarom meg, megínoztam meg, megtettem. Én már rájöttem adat. Nem, figyeljetek, elhagyjuk a kis pályát. Egybe minden.
Én úgy gondolom, hogy nem kell itt a tökönyi. Nem kell itt a tökönyi, gyerekek. Halljátok, én mindig így kezdődik, hogy Keeper olyan okosnak gondolja magát a ilyen játékokból, hogy az begőrülsz. Már nem ezt akartam. C, menjünk be. Mi van, hogy kell bemenni? Move to garage. Ja. És akkor várjál. Storage, és akkor egy ilyet kellene nekem deployolnom. Figyeljetek, neki vagyunk a világnak. Meg kosztum easy-mizzy. Vagy a high van rajt. Jó, ez csak a high-ot tudja, hát ezt gondolom, ez ilyen nagy tök azért. Leave garázs, és figyelj! Keeper kitalálta, hogy mit fog csinálni. Ezt is elindítjuk, mekkora motor volt abban? Hány? V12 vagy mi volt? Mindenen is át, mindent is megcsinál, olyan gyerek brutálisak leszünk, higgyétek el. Gondoljátok, hogy a francba akarja ez a hülye megcsinálni? Kitaláltam, bazzik. Kitaláltam. Ezt veszük egy ilyet. Igen. De már is. Le is csatlakozok. Átmegyünk. Doma átmegyünk. Oda. Jó, meghűltem egy kicsit, de nem annyira. Szóval minden működni fog. Figyeljetek, ura vagyok a helyzetnek! Ura! Nem ura... Az olyan, mint egy ura, nem? Az elejjel. Ez ilyen kis izé... ilyen jeepek megvan, amikor így bevan, megvan az... Jöcsék, mit tüzét... Nyomtam egy kút gyerekek, vagy fölcsatlakozás, azt ugye vágjátok, hogy mi onnan erre lenne dolog. Oda, igen, jó. Próbálok elfordulni. No probléma, mindjárt megoldja ki fel a dolgokat. És akkor azt meg rácsatlakozzuk ehhez. Ha már miért ne? Hát csak elviszi. Ha nem gép, ha nem bírja. Nem gép, ha nem bírja. Úristen. Jó, kicsit hülye vagyok. Nem nagyon. Ujjaj. Jó. Akkor meg adjunk neki, bazze! Jéjjá! Ajjé, ajjé, várjá! Hoppa, álljál meg, álljál meg! Nézzünk egy mapot, azt állítunk egy nagyon pontos... Figyelj, itt mindent meg fel tudok venni? Metal, meg a bricket is, ugye? Jó. Akkor ide kellene először elkecseregnünk. Hű, gyerekek, ez nem lesz egyszerű. Arra készüljünk föl, nagyon. És nagyon jó útvonalatervet kéne csinálni. Egyébként nem tudom, hogy ezen az úton jobb, vagy azon a... Mert itt meg van ilyen sár. Szerintem lehet, hogy a sáromba, nem? És ez miért oda raktam, amikor nem is oda... Vagy a hegye, ez a baj, ez meg ilyen meredek lehet, meg olyan szűk. Az lehet, hogy nekünk nem jó, úgyhogy akkor erre megyünk. Át a sáron leszorom, ez csak bírja, nem gép, ha nem bírja. Ez lesz a mai rész neve, nem gép, ha nem bírja. Oda. Így! Megvan a terv! Hajrá! ...2000 tondával megindulunk, mint az örültek gyerek. Jó, hogy így meg forró. Hallod, nem is látom a izét a végét ennek az egész kacsvasznak. Akkor a így meg fordulom. Nem egyszer nem látod. Jó, van. Figyeljetek! Semmi gond, nem is nézem a végét. Amíg nem akadunk el, addig szerintem baj nincsen. Szóval, küldjük neki. Merre kell egyébként? Itt föl, vagy merre? Arra biztos föl. Így az mondjuk nekem nem nagyon baráti, hogy ott fogja menni. Szerintem már egy összkerék már most e kellene. Meg lehet, hogy egy diffi is, de azért majd meglássuk. Úristen, gyerekek! Hát ide hoztatok volna az a kis ketyere gépbe, mi? Várjátok, nyomunk egy lót. És nyomunk egy... Diffizára. Na! Menjünk! Azért ez gép a javából, nem gyerekek? Jó, hogy évekbe fordulni, azt menni kell, mint az őszök.
No problémo. Az a lényeg, tényleg nagy ívbe, mert húzunk mindig, jaj, esik az eső, lefolyik az ablakon. Amúgy csak csodálom, hogy cseperek, tudom. Jó nagy sárba, megyünk ez az rémálomban. Az egyébként mi az a KSIVAP 3C789? Ez itt mi akar lenni? Hát figyelj, én nem fogok itt tökölni, belemegyek a nagy sárba. Mert nagyon nem akarok itt az oszlopok között itt járkerálni. Csepereg az eső. Lefolyik az ablakon. Hallod, ez tudod milyen az a gép? Ez nem gép, ez egy vonat, bazen. Ez egy mozgó erő, oda nézd. Hallod, a 8x8-os difizár összkerékkel, ha úgy megyünk, mint a izé, mint a vonat. Oda nézd. Eszméletlen jó, hallod? Hogy tudok örülni egyébként ilyenek, oda nézzél. Gyerekek, hallod, ezt még a izét, még azt az elrabolt trélert még utánam kötöm. Na aztán kimegyünk a világba is el. Nem mondod, hogy ez mindent így. Jézus Mária, Szent József Benedek, meg az összes pátriárka, az angyalokkal egyetembe. Hallod, ez fölmenne még a Sinai hegyre is, ha tudna. Ezt is vader szokta mondani egyébként, amikor mit tudom én, így vettem valami jó motort, azt onnan fader, ez nagyon jó ez a motor. Hát ez még a Sinai hegyre is fölmenne, ha tudna mi. Ez ilyen kis szarkasztikus irónia, érted, hogy szar. Egyébként lehet, hogy itt lehetett volna fölmennem, de hát ezt jó tettem, hogy nem mentem. Jó, megyünk gyerekek, figyeljetek! Egyébként nem olyan nagy a map, mint amire gondolnak. Üzemanyagunk az van bőven 5000 literre szerint. Egyébként 5000 liter van ebben, nehogy 5000 liter legyen. Ez elég érdekes. Figyeljetek, az meg jön utánunk. A pót, azt is megrakjuk, mint az állat. Hű, ez most mi? Keresztbe csaptuk egy kicsit? Hogyan csináltuk azt? Az a baj, hogy azért itt vannak ilyen emelkedős részek. Aztán azért ott van, lehet, hogy van probléma. Bár gyerekek, szerintem ennek a gépnek hogy sem semmi se akadály, nem? Figyeljetek, ezt kifogtam a legjobb gépet, vagy ennél van jobb? Mármint egy játékban így. Esküszöm, nem néztem utána semminek, meg nem tudok, mindig amit írtok. De azért ez nem annyira rossz ez a gép, ugye? Hogy érzékelje a keeper, hogy ez azért így el lehet vele navigálgatni, meg egyből így érte leviszek mindent is. Többet ugye nem lehet utána akasztani, tehát ilyen csörlős dologgal. Egyébként izéket lehet összefűzni, mit tudom én, kettő forgózsámolyos, meg ilyesmit, azt tudod összekapcsolni, azt sem valószínű, mi? Ami megakadtunk, öcsém. Hallod, hogy forogtak a 4-8 kerék, tök jó. Úgy benn van a hifi összkerék, minden. Azt a vonat rohadt élet! Ott lesz egy kis baj. Ja, milyen baj, bazza, nincs is semmi baj. Jó, ki kell tolnom az elejét. Így, ugye? Szalagkorlát fölé figyelj! Mind a nagyok! Oda nézve, hallod? Épp hogy nem ér hozzá. Jó, ki kell tolni ugye ilyenkor, mert nehogy a vontatmányunk beleakadjon, de talán nem fog. Jó nagy ípbe kirakom. Kirakom, mint a kirakós játékot. Ezt a nagyon csodálatos járművet. Még jó, hogy nem rémmel. Imádom, tök jó. Tök jó, egyébként szeretem ilyen alternatív módon megoldani a dolgokat. Remélem, hogy nem zavaró, hogy én most itt a keeper úgy... Hűha. Ja, oké, bocsánat, hogy volt itt egy ilyen sziklafal. Ezt nem vette észre a keeper, azért van, hogy lóba vagyok. Itt egy óvosban egy kicsit vissza kell csurognom. Vissza kell csurognom. A tükrünk. Jó, áttoljuk a másikot. Úristen, egy kicsit keresztbe szedi. Miért megyünk keresztbe? Most áttolom oda, hogy itten forduljon. Jó, na jó, a gyerekek. No problém, ugye? Igen, akkor rámegyünk ezekre a főküldetésekre. Ott. Jó. Oké. Bassza, mi van itt? Jézus Isten, ez az a saras rész. Aha, ezt mutatta. Hát ezzel nem tudom, merjek-e. Figyeljetek, nem gép, hanem bírja.
Ez a mai résznek a mottója. Figyeljetek, na izére nem nagyon adtak az aerodinamikára. Visszafordítjuk, hogy izé. CV-ről. Mert igazából itt a... Nagyon nem is kell a légenállásra foglalkozni ekkora sebességre. Figyeljetek, okosba végigmegy itt a Keeper. Figyeljetek a izével, a vonattal. Az a durva, hogy nem lassulunk, nem gyorsulunk, hanem felvette ezt a tempót, azt Isten áldjon, érted? Így mindenen keresztül. Ajaj. Hallod a gázról, nem merek leszárni egyébként. Na, most egy kicsit megrúgtunk azért, ugye? Azért most egy elindulás volt, egy picit most történt egy ilyen megrugás. Most okosba itt át kéne kelnünk valahogy átlóba. Hűha. Fő ne üljön a póta, hogy leér. Hát egy csőm. Ennek a gépnek aztán nincsen semmi akar. Néha így nici picit így pik-pik. Így pik-pik így megrug. Jó, ígérem, hogy nem is szoktok kávét. Újra van. Egy ilyen pik-pik, tényleg egy ilyen negyed fordulatot így tik, ilyen hirtelen így megrúg, aztán utána úgy fölveszi megint a ritmust, szóval nincsen nagy probléma. Ilyen nagyon akkurátusan, szépen lassan, egy mindenen át, mint szerintem itt lenne előttünk egy ház így a valóságban, akkor így ugyanezzel a sebességgel egy szépen így átnavigálná magát mindenféle lassítás nélkül. És akkor így a kanapén ülő, hajcsavarós mamának így oda köszönhetnénk, hogy csókolom, nincsen semmi baj, beadna egy üdítőt az ablakon? Köszönöm szépen, és így mennénk tovább. Mert igazából a sebességünk az úgy nem egy ilyen horribilis. Egyébként azt figyeljétek meg, hogy ez ilyen tipik gép, és ilyen tipikus gép, hogy a... Ugye, ez főleg ezeknek a retro gépek, nem tudom az mikori gép, meg minek a licensze, de ugye a retro gépeknek nagyon nagy ismérve, hogy nagyon kevés a hajlított üvegfelület rajtuk. Egyébként szerintem difizárbot kivehetném, meg ráléphetnénk a gázra egy kicsit. Nyomjuk az ötöst! Ja, az egy visszafelegom, hanem egy rükvet. Nyomunk egy automatát, szerintem itt vágtatni fogunk. Betette kettőbe, gyerekek, hallod? Most tette a harmadikat. Aztán így húzzuk magunk után a várost. Itt az is ára van, öcsém. Mert szerintem nem kutyabb meg neki. Ők nem. Úgy gondolja, hogy nem veszünk le a sebességből, hadd menjen. Na azt akartam mondani, hogy nincsenek hajlított üvegfelületek a régi gépeket tök megismert. Ezen megfigyeled. Ugye úgy oldották meg, hogy ne hajlítsák meg, hogy meg van benne egy ilyen gumikéderre, így össze van meg fűzbe, látod? És akkor így több egyenes ablak felület van. Na várját, hogy kell nekem egy diffizár, mert úgy látom, hogy van baj. De tényleg így berakod a diffizárba, és abban a pillanatban az összes 8 kerék ezzel az iszonyatosan nagy traktormintás gumival egy betapad, aztán megyünk. Nagyon jó. De nagyon érzem. Egyébként esküszöm, hogy valami basszus, annyira néha így belenézek a videóimba így utólag, amikor úgy tudom, feltöltődött, jó minőség, ilyesmi, és olyan hülyének tűnök, hogy így talán egy kicsit, talán nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy mintha játszanám, de így éltek el, hogy ez nem, hanem így tök, nem tudom, így élvezem, így, nem tudom, hogy én bele tudom élni magam így a helyzetekbe, így nem, mintha játékot játszanék, hanem így benne vagyok. Jaj, de megettem, hogy itt van az oszlopon valami talmad itt fölülre, de na, de viszont mehetünk szerintem a hatost, úgy van, kapcsold neki a másodikat. Na, Sasha! Na ugye most, oké, ja nem, amerikai vagyunk, csak ruszki gépben. Na, betette a kettőt, érted? Gondolta, jó volt. Igen, itt meg aszfaltos is lesz, betette a harmadikat. Itt meg izé van, nézd oda! Raktár! MK! Vagy MH! Nagyon honvédségi raktár van. Ott meg mi az a doboz? Ott egy doboz. Ilyen föl... Ja, akkor az ilyen fölvető, mert ezt mutatta a térképet. Na gyerekek! Akkor itt okosban meg kell csinálni, hogy lerakjuk ezt a pótot, ugye? Ezt így lerakjuk. Oké. Okay. Megint majdnem Q-t akartam nyomni. Release.
Oké. Okay. Nem jó. Nem jó, nem jó. Ezt így. Kicsit előbbre húzom. Oké. Okay. És akkor fölcsatlakoztatom mindjárt azt, és akkor fölrakjuk a vasat, meg fölrakjuk a téglát. És akkor egybe... Ezért gondoltam, hogy akkor egybe lehetsz mindent vinni. Amúgy is jó messzire kövünni, meg minden. Amúgy is elég lassú lett volna, meg nyögvenyelős. Azért jó nehéz az a cucc. Éj, messzi volt. Gurul a gép, nem álltana behúzni a kéziféket. Ölni, és tudom, hogy meg sikerült. És akkor megrakjuk ezt a cucc dolgot. Ahogy. Hollá légy. Hollá. Egyébként nem érzem nehéznek a játékot. Mármint így, jó, az elején belevallhatunk ilyen... New Trailer Discovery, jó van. Belevallhatunk azért az elején. De én nem érzem, hogy olyan extrém nehéz legyen a cargo management. És akkor kellene nekem két brick, ugye? Ez azt jelenti, hogy... Egy... Kettő? Ez a brick, ugye? És kellene nekem... Metal Beams. Oké. Okay. És akkor ezeket elkövünk. Látszunk is. És ez jó lesz, mert így akkor egybe tudok minden. Nem szabad nem mozgó jármű felkanyarodni, mert nem tesz jót a korbányének. Azt nem tudom hányan, tanultam ugye vezetni, meg így igazából úgy tanították, hogy akkor ugye nem tekerheted jobbra-balra a kormányt, ha éppen nem mozog a jármű. De szerintem ezt már annyira senki nem tartja be. Mármint ugye elvileg a gumiknak se tesz jót, meg a kormányműnek se tesz jót. Hát már szerintem mindenki tekergeti a halványba, úgy mint a nyüszök. Ugye mindenképp meg kell indítani egy picit, és akkor kevesebb a súrlódás. Igen, megint nyomta a keeper, hogy ez egy Q betűt. Ő ezt ledobja. És akkor mindjárt összekapjuk magunkat, nem? Itt az oszlopnak. És megpuszítottuk ezt az oszlopot. Válok alá. Megfordulunk, és akkor utána kötjük. Hát most egy kicsit nehezebb lesz esélyes, de legalább egy úttal mindent is megcsinálunk. Visszafele meg gyerekek, csináljuk meg azt, hogy... Ja, arra szavaznék, hogy csináljuk meg azt, hogy szedjük ki még azt a... azt a... üzemanyag tankot is. Figyeljetek, ezt úgy kell csinálni valahogy okosba, hogy csinálunk egy fordulót. Aztán visszaállok az útra, jó? Ezt visszatolatok, nehogy az legyen, hogy baj legyen ebből, hogy itt belekeveredek. Így is szépen épp, hogy el tudtam fordítani ezt a tankert. Ja, a 4K miatt, remélem egyébként nem 4K-ba veszi. Szerintem annyira fölösleges YouTube-on 4K még, főleg ilyen gameplay-ek, nem tudom, hát esetleg amikor ilyen nagyon ilyen bemutató videót akarsz csinálni, hogy grafikát bemutatni, akkor így oké, annak úgy értelme van, hogy 4K. De amikor ilyen gépmel is sorozat, szerintem akkor még nincs értelme. Egyébként nagyon sokan ugye telón nézik, meg mit tudom én, nagyon sokan tévén, ha tévén nézed, akkor meg ilyen rohadt messziről szoktad. Szerintem ez nem sok értelme van. Na várjatok, egy F1-et nyomok, akkor ugye ide... Ó, hát ez nagyon jó, látod? Álljál meg, mert mínuszba leszünk. Na, azt meg odaibb laktam. Kézifék, micsoda felnék vannak ezen a tartálykocsi. Egyébként ez a tartálykocsi nem ilyen ruszki. Ez ilyen nagyon ruszki tartálykocsi nekem, Jó, mi volt ez a nagy dolog? Nagyon ruszki tartálykocsi benyomása van nekem. Na srácok, oké. Okay. Akkor indulhatunk, nem? Na miért ne? Figyeljetek, lehet, hogy kéne egyet csicsikálni, nem? T, reggel legyen. M, Isten veled. Jó, kérem mondjuk egy üzét, egy útvonal tervező, de nem ártana. Nincs olyan nagyon messze van, nem? Jó, hát ez van még messze. Remélem, hogy igazából nincsen semmilyen akadály. Nem nagyon látom, hogy olyan... Mondjuk itt szerintem ilyen nagyon sáros lesz, úgyhogy lehet, hogy az lesz, hogy le lesz vágva. Kimegyünk az útra, utána elmegyünk erre,
itt lecsurgunk valahol, és akkor utána meg ide jövünk, de ugye az úton nem biztos, hogy el tudok menni, bár ezzel a géppel nem hiszem, hogy nem tudok elmenni bárhol is. Így, utána így, és akkor utána így, így, és akkor ugye így jobbra. És már is meg is volna. Azért jó sok, azért kapok XP-t meg minden csoda dolgot. Na mindegy, nem is nézem, hanem veressük neki, gyerekek. Hát ugye valószínű, hogy azért nehezebb lesz, hogy meg van ragva, cucc. Na hát figyeljetek. Nem gép, hanem birja. Ugye, egyébként ott egy ilyen csomag. Tehát lehet, hogy valami küldetésbe össze kell kapni, vagy nem tudom. Ja, egy ilyen jó nagy ívbe kéne fordulni, ki kéne tolni az orrát. Meg nyomok is egy összkerék defeat. Jó nagy ívbe, amekkorában csak bírja. Most már át kéne szedni. Ott egy puska lenne a földön! Hát megyek rajta. Ezt kitaláltuk, oda rézzé. Na, akkor a rettenetes bekapcsolva, kicsit így izé, közben tudunk beszélgetni. Jaj, de jó, nagyon jó, hogy levesztem. Megy a vonat. Nem gép, hanem bírja. Egyébként ezzel ilyeneket kell szállítani, ilyen extrém rakományokat, hogy így megrakod, mit tudom, hogy kettő ilyen pótot, aztán viszel mindent is, nem? Ha nézzük a kerekeket, arra kíváncsi vagyok. Egyébként ezt a játékot külső nézetben nagyon érdemes játszani, én mindenkinek azt ajánlom. Szerintem ez belső nézetben nem olyan élvezetes. Mert ugye tök jól látod a kerekeket, meg a fizikát, ugye, és az tök érdekes, hogy a... Mindig a izében, Spin Tires-ben is azt hívtam, hogy a fizika így ahogy dolgozik. Ugye, ahogy kontaktol a talaj, meg a kerekek, meg igazából a futómű, ahogy mozog, a lengés csillapítok, ez szerintem egy ilyen tök jó. Figyeljetek, így szépen vágjuk le, itt a füves rész azt szerintem gond nem lesz. Egyébként nincs olyan nagy sár, azt is észreveszem már, mint most így nem sikerült olyan nagyon nagy sarakba belekeverednünk, ugye? Már mondjuk ezzel a kerékkel. Ugye akkor szokta nagyobb ásni magát, amikor elkezd rúgni. Szépen okosba, figyeljetek. Mondjuk, ja, azt itt annyira nem kell volna bedönteni, na mindegy. Jó, talán nem lesz gond. A felkelő nap sugarai bevilágítanak az ablakon. Egyébként mondták a Feng Shui szerint nem jó, hogyha ablakkal szembe dolgozok. Tudjátok, van az a vicc. Amikor elmegy a ilyen lakberendezőhöz, vagy nem is tudom a csávó, aztán figyeljen! Ha lehet, akkor ne dolgozzon ablakkal szembe. Kösz, izé vagyok, kamionsofőr. Egyébként szerintem lefele is érdemes ezt a összkerék difizálat így alkalmazni, mert akkor olyan, mint hogyha ilyen motorfékkel mennénk, mondjuk az a trailer az lehet, hogy rám fog csúszni. Mert ugye az gyakorlatilag nem fix ponton rögzül, ó, itt egy kicsit félünk, hogy meglök, de mondjuk az a jó, hogy olyan extrém nagy súlyunk van, úgyhogy nagyon jól működik. Van akkor a súly rajtunk, hogy nem tudom hány tonna lehet ez a gép, de én egy hát mennyire tippeljünk, egy tízesre tippelek, 10 tonnára biztos. De az nagyon alsó hangot. Meg ugye rajtunk van ez a nagy üzemanyag tanker. Úgyhogy nem nagyon löködez minket. Nem tudom, kapcsoljak egy rettenetet. Azt nézem, látjátok, erről beszéltem, hogy itt van ilyen mocsaras akármi. És ezt lehet, hogy inkább le kéne vágni. Mindjárt ránézünk, hogy merre kell menni. Az a baj, a következőt ugye nem mutatja, az is egy, szerintem egy tök hátrány, hogy nem mutatja a következő checkpointnak, a legalább az irányát. Azt ugye élném, hogy mutatja. Ugye belevegyünk fölöslegesen, azt lehet, hogy itt el tudnék menni, itt summantani. Aha! Én ezt mondtam, hogy nem az úton kéne menni, hanem valahogy, ugye az. Itt bele fogok, nem jó. Itt elmegyek. Ezen a kicsi fánál. Ezt kidöntöm. Kosba. És most nyomunk egy balost. Hogy épp hogy férjen. Hoppa. Megkoccoltunk, gyerekek, nagyon jó volt.
És akkor kitesszük egyenesbe. Itt azért van. Ujja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 j
Nem olyan szar, de... Sőt, ez nem szar, ez fos. Ne, ezt nem szeretjük, a fákat, belőtt fákat. A trailer nehogy megakadjon. Ajaj! Rugdos a ver, de rugdos, eddig nem volt egy ilyen probléma, egy ilyen mély sár se. Úristen, nem akarom megnézni, de muszáj. Az meg fel van hasonló. Jaj! Ott ez a gyerünk. Gyerekek, ez egy bál, megőrülök. Ó, basz. Jaj, nem akartam ezt mondani, bocs. Ott van az a berölt fa, az megszivatott minket. Próbálom, hogy kicsit elhúzom balra. És most visszaszedjük. Úristen, hol tudok elmenni itt a fák között? Lehet, hogy túl kéne húznom arra. Egyenesbe, és akkor nyomunk egy balost majd ott a végén. Gyerekek, a trailer, a hátsó, az konkrétan az hason csúszik, hallod? A téglás. És abban gondolkodtam, hogy itt kitoljuk amennyire tudjuk, az a baj, hogy itt is vannak fák. Itt ki kéne tolnom, amennyire tudom. Á, bazza, nem fogok elférni. Egy baromi nagy ivest. Nem fog elférni, inkább be kéne venni a fák közé, ezeket tudom dönteni. Ez. Most megpróbálom, nem tudom, hogy itt ezeket tudom-e dönteni, az lenne jó, nem tudok elfordulni semmiképp. Úgyhogy ezeket tudnám dönteni, ezeket a piciket, akkor jó lenne. Akkor egy ilyen baró nagy ívbe. Ebbe gondolkodott a keeper így. Az, és akkor jó, ki az útra? Jaj! Ki az útra? Oké, állj! Jó, szerintem jó egyébként, várja. Oké, épp, hogy elfér, látod a fa mellett, ugye az nem dönthető van az a nagy. Jó, így ki tudtunk, itt át tudunk vágni. Nem tudtam volna éles kanyar venni, az semmiképpen, úgyhogy szerintem nem volt rossz. Várja. Jó. Jó vagyunk, nézzük. Erre kéne föl, itt föl kéne mennem. Te édes Istenem, itt megint ki kell tolnom az elejét, amennyire bírom. Ütközésig úgy fordul. Kint tart. Ezt is kitudtam. Ezt nem tudtam, hogy azt a fát is kitudtam. Gyerekek, halor a vége, az még most fordul ki abban a rohadt erdőből. De itt nekem föl kell mennem? Ez komoly? Isten, úristen, nem tudom, hogy ez sikerülni fog-e. Azért vannak itt izgalmak, apapák! Apa fej! Jó. Te édes Isten, hallod? Ez a gép, ez nem is epikus, ez nem tudok rá... Nem találok rá szavakat, hallod? Ott van kettő raklap tégla, egy raklap vas, azt csak úgy utánunk van bigyeztve. Meg viszünk egy ilyen nagy üzet. Ez nagyon éle! Ez nagy... Bazza, van, rá lehet függni erre a játékra, ez nagyon... Meg van sikerélmény, érted? Hogy így... Egyébként, tök jó, nem is tudom mit mondjak, azt akartam mondani, hogy a... Tök jó, mert így jutalmaz a játék azért,
Végig szenvedel, és azért pont a határon vagy, és pont nem akadsz el. Persze van az, amikor elakadsz, tudom. Nagyon jó. Hát ez a gép, ez egy kicsit ilyen nagyon epik jó. Ez lehet, hogy ezt nem kell volna áthoznom az orosz falváról. Csávó, ez ott érte, ne vigyelek, mert ne hello! Nyomom neki, bazze! Hát nem egy gyors. Ez egy kis, nem ilyen megfontolt, érte. Megfontolt, mit tudom én, 30 ezer köbcentivel. És ilyenkor is működik a tükör, azt nézed, de tök jó. Így belenézel, és látod a dolgokat. Mondjuk egy... Hát tudod? De jó. Na, merre kell menni? Jobbra? És itt már izé lesz, itt már azt hiszem, hogy aszfaltos lesz, nem? Há, nem. De, aszfaltos lesz. De itt még, igaz, itt is ki kell volnám tolni, nagyon. Várjál. Így, és akkor még kitolod, kitartod. Különben a izé nem igen szeret elfordulni az utolsó. Úgy. Itt meg ugye ki kell a másik oldalra. És így. Hát a speed limit 15 az lehet, hogy lehajlik a lánk egy enyén. Hogy négy. Ahogy kell. Itt meg mi az, hogy kőomlás volt? Nehogy már szívasson ad. Jó, egyébként tökéletesen jövünk. Szerintem mehetne egy utcai fokozat, vagy egy ilyen automata. 4-es, most kapcsolt egy 4-es, gyerekek, fölfel, hallod, ez egy állat. Ez egy állat, várjál. Mégiscsak maradok ebbe. De diffit nem kapcsolok. Diffit nem is kapcsolok, csak azért, hogy itt nagyon ki kell tolnom megint. Szalagkorlátra kell csúsztatnom. Nézd meg ott a hátul, ugye, nehogy elakadja. De jó, mert mondjuk előre is figyelem. Azért ez most ugye elég jól összejött. Elég jó. Kezdünk ráérezni egyébként, mármint így tényleg, bocs, nem nagy képű akarok lenni, de így tök jó, így. Jó. Élvezetes. Itt is ki kéne tolni, hogy itt nagyon ki kéne. Jó, és diffi kell. És föl is kaphatok ide, amennyire bírok. És innen szedem vissza. Ujjaj. Csorogjunk vissza, hogy a fater mondaná. Nehogy azért csinálom így, hogy nehogy beakadjon a szalagkorlátba. Rozi a moziba. És itt merre? Mi arra? Na. Lehet, hogy itt megint mehetne egy automatis. Megpróbálunk egy automatist. Mondjuk innen. Azért akkor egy kicsit gyorsabb, azért elég csiga tempó van, amikor lóba beteszed meg a diffivel. Diffizárral, nem? Diffizárral természetesen. Mert ugye gyakorlatilag a diffizárat, amikor bekapcsolod, akkor kikapcsolod a differenciál művet. Mondhatni. A differenciál működése az így megszűnik. Egyébként úgy meglódul, és ilyenkor attól félek, hogy fölcsavarodunk valamire. Itt is ki kéne tolni az orrát. Jó, jalad ilyen izé is, tudod, durva ilyen betonostól. Hogy? Igen, ez tök, ezért tartok. Ilyenkor meg gyorsnak tűnik ez a sebesség. Jaj, én nem merem nézni, hogy mit csinál a hátsó pót. Én pattog mindenen át, mint az állat húzzuk. Na gyerekek, nem hiszitek el. Ez tök jó volt. Nem akarom, hogy elkapkodni, de ez nem tűnt olyan nehéznek. Jó, ez a gép, ez epic nagyon. Na itt valahogy be kéne menni, itt dobok egy lót. És egyébként azért is érdemes tényleg egy lót dobni, mert így pontosabban tudsz izélni, pontosabban tudsz
navigálni. Tudod, ki tudod ide tolni okosan, így el tudsz fordulni. Még menjen ki, az oszlopban nem, hogy beleakadjon a hátsó. Jó, egy ívbe fordulunk. Ő az mi az a, mi az a, mi a, mi a, mi a franc? Mi a franc az a nagy dög tartály, vagy mi a, mi a, mi a, mi a, mi az? És itt van valami task. És mi az a nagy dög? Ott az, az azt is mi lehet húzni? Mi az, az csak decoration? Na már a cargo. Kérgő kell, de kérgő. Cargo management. De várj, nem ide kell volna hozni majd időt. Most törvje vagy? Ezt hol kellett volna hozni, vagy mi van? Na már, valami nem stimmel. Nehogy már valami elcsesztem. Nagy idősen okos vagy, te hoztam ide, aztán semmi nem is körlíted. Jó, téglát mindjárt lerakom. Ez nem tudom, akkor mi van? Ne szórakozzatok! Ezt nem is ide kell róla hozni. Allor! Ilyen jól megy, olyan jól megy, az végül meg kiderül, hogy milyen volt a képer, mi? Az úgy azért, az úgy, a gyerekek, az úgy, az úgy az adná, nem? Hogy tényleg ide kell volna hoznom. Az úgy tényleg adná. Az nagyon ott lenne. Na hova az... Majdnem csúnyát mondtam. Hova a fenébe kell hozni ezt? Hogy hova kell... Miért kellett ezt hozni? Mert egy darabig írta ott a taskba. Aztán ilyen felállítanod, de miért? Nem magam, jó. Hát ilyen miért? Hát még hova kellett ez jönni? Miért kellett ez? Mit cipelgáld a véleztet, hogy tizét dögöt? Na mióta nem írja ott azt? Miért nem írja? Jó, megtörtént. A factory opened lett. Azt is tűnt. El is tűnt az. Akkor mégis csak ide kellett hozzam, hogy mi van? Eltűnt az a szar. Lehet, hogy jó, hogy idehoztam? Akkor ezek szerint jó, hogy idehoztam, de... Eltűnt az a... Azt a taskot meg akarom nézni. Ezt meg valahol le kéne dobnom, ezt a trailert. Ezek a trailereket nem tudod beugratni, ugye helyére. Itt mi van ezek csőre, rá tudok menni? Ahogy ne tudnék, nem viccelje, nem, keeper nem szarakodik itt. Jó, ezt lerakom. Visszük magunkkal, hogyha majd úgy van. Egyébként oké, hogy kizárólag ugye izét tudok ezzel szállítani, ilyen pautot húzni. De amúgy nem olyan rossz dolog, mert igazából ilyen pautot is tudsz húzni, meg másik fajtát is, szemitrélet. Én egyébként nem én rángatom ilyenkor a kamerát, hanem ez a szar csinálja. Ja, hogy valami, mi a, mit lehet innen, mit nem? Nézzük meg ezt a taskot. Az workereknek a közeli gyárba valami játéka van. Valamiket le kell ütni, valami hordókat, vagy mi van? Jó, hát ezt hagyom egy, vagy mondjuk fölvenni föl lehet, ugye? Ott kíváncsi vagyok, itt mit lehet? Vagy mi az, és mi az a nagy trailer ott? Na, mindjárt körülnézzük. Itt ilyenkor mi van? Ez mi? Cargo management. Ja, innen akkor tudok ezután vinni ilyet? Service spare parts-ot. Oké. A hidőt meg kéne nézni itt. Ide kell vinnem valamit. Mit kell vinnem? Én hogy írja? Drilling site. Aha, innen kell oda vinnem. Itt van valami wood bridge, amit meg kell csinálni.
Ja, meg kell ilyet is. Ja, ez ilyen fúró idő, fúrószar. És ez meg loket. És amit megcsináltam, oda is tűnik teljesen, mármint azért nincs itt. De ez is azt írja, hogy ugye ilyen, ez gondolom ez azt jelenti, hogy ilyen több térképe. Ja, itt a Pipe Dream. Az ide lekerült alulra. Akkor ezeket meg kell csinálni. Ez a Stereo-est, vagy melyiket érdemes? Ezekből megcsináltam ugye ezt a négyet. Ez a Dyson Diesel, ez ilyen érdekes egyébként, nem? Gondoljátok? De akkor csináljuk ezt. Annyit kell, hogy metal beams-t kell ide vinnem, ugye? Most egyelőre. Igen. Ja igen, itt írja, ilyet kell vinnem. Meg ilyet kell vinnem. Ezt az oil rig drillt kell vinnem. Ez honnan a szarból szedem? Azt honnan szedem, gyerekek? Ezt. Ez nem ezen a napon van, bazen. Ez a semi-trailer? Na van egy ilyen, hogy azt is vinni kell, látod? Valami construction rig semi-trailer, de valami oil rig drillt kell vinni, és ezt az a baj, hogy sorba kell vinni, és amiatt meg akar szivatni, hogy itt vagyok most, és akkor ízlelhetek itt majd, visszajöhetek érted, de én akkor inkább ezt fölvenném, érted? És akkor az a baj, hogy a szarba fogom ezt idejönni. Hogy fogunk megtankolni, gyerekek? Mert baze, ugrott a ide. Mert higgyétek el, hogy ez lesz az a ring, akármicsoda. Figyeljétek meg. Mintem ez kell nekik. Elhiszed? És rá fogok cseszni, mert 33 ezer. 33 liter. Ez eléggé nem sikerül majd. Pedig tudja, hogy ezt kell neki, hidd, de tök érzem. Álljunk be legalább rendesen. De Mirja? Mirja, hogy milyen trailer ez, vagy akármicsoda? A mapon se. Erre nem is, miért nem írja? Látod? Semmi. Hát le nem fogunk érni, az hozzá. Ugye? Egyébként ezt a Wooden Bridge-et ezt is meg kéne csinálnom, mert ott valószínűleg nem nagyon tudok bemenni a nélkül. Viszont az lenne jó, hogy ezt egy kicsit valamerre levinni. Akár meddig is. Nem? Tudja, hogy ez kell nekik. Csak ugye sorba akarja, hogy vigyem a dolgokat oda. Gyerekek, ezt én valahogy elindulok vele. Tankónyi itt nem tudok, ugye? Nem tudom. Ilyen összkereket mindent kikapcsolok. De valahogy le kéne... Jézus, ez nagyon nagy. Valahogy le kéne kalszálódnom a hegyről. Motort ki tudom kapcsolni? Minél jobban levinném, ugye annál inkább kevesebbet kellene majd furikáznom még egyszerre. Ez jó kiló, göcsém. Mi mekkora kűj? Mekkora kűj? Még tudja, hogy ez kell nekik. Valahogy érzem, hogy ez kell nekik. Csak most... Ja,
Ezt nem tudom. Nem tudom trekkelni, hogy a másikat akarom vinni, érted? Már most itt. Dyson Diesel, oké. És akkor, hogy ezt akarom. Nehogy most meg ma. És még ma átállt oda, figyeled? És még ma mutatja, hogy az az. De ez az oil rig drill, ezt nem hajlandó mutatni. Hát ott. Ezt nem hajlandó, szerintem ez nem itt van, vagy miért? Tudnám, hogy van olyan a nagyban van. Van semmi gond. Ezt ameddig tudom elviszem, valószínű, hogy ezen az aszfaltos úton eddig kéne, és akkor az... Ez így van. Figyeljetek, azt csinálom. Ezen az úton, ameddig tart az üzemanyag, addig viszem. Ha meddig tart a bor, addig megyünk a biciklivel, gyerekek. Ha meddig tart a bor. Hát ez szép derék. Hát ez megint ez jó, hogyha van egy ilyen nagyobb jármű, mert az vagy 14 liter. Ki kéne tennem üresbe, hallod? Kicsapjuk üresbe, hogyha lefele megyünk. Csak az a baj, lebegyünk, lefele megyünk, mi? Áááá, meg annyit eszünk, miért eszünk ennyi? 10 liter. Egy percig fogjuk bírni. Valahogy kapcsoljál már valamit, öreg. Jaj, 11 literünk van. Egyébként azon gondolkodok, lehet, hogy föl kéne futni ide az izével. Valamivel, hogy hozzak magamnak üzemanyagot. És akkor mégis ezzel kéne fölvágtatni. Előbb-utóbb ide föl kell vágtatni, de egyszerűbb lenne egy gyors autóval, mint ezzel még egyszer felmászni, nem? Értitek, hogy mire gondolok. Most egyébként ilyenkor mi van? Figyeled? Nem megy! De most mi történt? Amikor már ilyen kevés az idő, hogy ilyeneket csinál? Ne. Ó. Hát azért mekkora egy közökség. 3 liter volt bennék. Gyerekek, hát ez megtörtént. Tankolni nem lehet. Ja. És elindultak, jó. Egyből meg is áll. Tudsz elindítózni. Tök jól látni a motort, mi? Már 2, 4, 6, ez egy V12. 6 darab, ugye ott látni nagyon falványan, 6 darab különálló hangerfej. 2, 4, 6. Ugye ezek a, nem hangerfej, hanem szelepfelé. Ezek a különálló szelepfeles, könnyen szerelhető cuccok, ugye külön egyensével le tudod szerelni, nem kell az egészet lebontanod. De jó, nagyon jó. Jó van, gyerekek. Ennyi volt, szerintem. Én azt mondom, hogy ugye igazából azt is csinálhatnám, hogy... mondjuk az nem is... Figyeljetek! Nem mindegy, hogy egy gyors járművel fel tudnék ide kajtatni. Vagy pedig ugye... Egyébként el tudnék menni ezzel szerintem. Vagy pedig akkor azt csinálnám, hogy visszamegyek a garázsba. És akkor hozunk üzemanyagot, nem? Az mégiscsak úgy jobb lenne, nem? Gyerekek. Hoznák üzemanyagot. Valami gyorsabb járművel. Mert ugye, hogyha most ezt visszaugratom, onnan megyek, az is annyi ide, hogy az több időbe telik, mint egy gyors járművel oda fölkajtatni. Én nem? Vagy jól, nem látom jól ezt a helyzetet? Várjál, storage. Paystar. Le kéne deployolni. Meg egyébként minden egyet nem tudom miért nem rakom le. Őt is leraktam. Jó. Hát ővel nem igen tudom, hogy mennyire sok üzemanyagot tudnék vinni. Megnézem, hogy mennyit lehet fölpakolni rá. Vannak ezek a frame addonszai, ugye? Ez lószar, gyerekek. Ez 80 litert. Vagy hol írja? Ja nem, ott írja. Fuel tank 80, ja ott írja. 80 liter, gyerekek, hát az a szar. 80 liter abban kevés, az nagyon. Ugye van pótkocsit, azt tudnék húzni vele, de valószínűleg a pótkocsit már nagyon
nem nagyon akarná rángatni, nem? Főleg a keményebb telepeken, akkor már lehet, hogy érdemesebb a Paystar-ral elmennem. Megnézzük, hogy Frame Addons-ba mit tud. Jobb lenne, hogyha magán vinném, mint hogyha autókocsit kellene. Nincs valami olyan... mi ez? Nem jó. Na, Fuel Tank, LN400, mondjuk ez a Starwitch-ein mekkora? LN800 liter, hát az meg már nagyon nem kell akkora. LN800. Meg LN400, meg van javítókészletje. De hát ez meg a franc, ugye, ez meg akkora nagy horálynak tűnik. Megvegyük, 5003, jó, megveszem. És ebben most benne az üzemanyag ilyenkor, vagy meg kell töltenem is. Megyek egyelőre. Aha. Benne van. Ugye? Nem, LN400 per LN400. Jó, hát szerintem ezzel egyébként érdemesebb oda felhajtatnom, és akkor megszervizelni azt. Mert ez azért elég gyors, talán gyorsan felére, én arra gondolok. Na, gyerekek, viszont szerintem... csak így már nem tudok gondolom mondhatni. Ugye a Metal Beams-et egy kapásba is tudnék vinni. Fú, egyébként nagyon gondolkozok egy csomó minden. Álljál meg! Állj meg! Nyomjuk egy M-et? Na. Ez mi volt? Ó, gyerekek, mi volt? Lekresseltünk. Hát ilyen még nem is történt. Na, el is búcsúzom akkor. Sziasztok! Sziasztok!